Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Április 1-én kinyílik egy égi kapu, és ez nem egy vicc, hanem tényleg így van. És ezt úgy tudom elmagyarázni, hogy a mi naprendszerünk is mozog, és van egy központi nap. Vannak bizonyos időszakok, amikor a mi földünk ebbe az irányba tekint. Ezek az úgy nevezett portál kapuk, amikor kinyílik itt egy ajtó, és ez jelenti a gyógyító erőt, vagy egy spirituális területet. Mielőtt elmagyaráznám azt, hogy mi történik ezen a napon, szeretném megemlíteni azt, hogy minden hónapban megjelenik az ingyenes hírlapom. E-mailen keresztül ez megrendelhető. Minden hónapban van egy téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy angyal, azon kívül minden hónapban van egy akciós jóslás asztrológiával. És most visszatérve erre a portál napra. Ezen a napon Ben uralkodik. Ben lefordítva egy égi sétálót jelent, a kapcsolatot az égi hatalom és a földünk között. Azon kívül Ben jelenti az élet fáját is, hiszen erre a fára szükségünk van. Ez jelent egy bizonyos helyet az életünkben, ahol úgy érezzük, végre ide érkeztünk, itt le tudunk gyökerezni. Jelenti a gyökereket is, a gyökér csakrát, vagy jelenti az őseinket, honnan származunk, a gyökereinket mutatja ez az égi fa, az élet fája számunkra. Ez a fa növekszik. És jelenti azt is, hogy lesz egy új irány, egy új életterület, lesz a biztonság érzete, itt majd gyümölcsözik valami, és ha eddig úgy érezted, hogy voltak nehézségek, korlátozások, ez a fa így kitárul, és azt jelenti, hogy átteszed magadat ezen a szűkös helyzeten. Ezek lesznek majd a lehetőségek, és mivel meg lesz itt akkor majd a szabadság érzete, vagy egy új terület számodra, végre fellélegezhetsz. Mivel itt lélegzésről is van szó, én imádom a fákat, hiszen segítenek nekünk. A CO2-t azt belélegzik, és oxigént kilélegeznek, tehát tisztítják a levegőt. Nekem mindig volt egy ilyen kívánságom, hogy milyen jó lenne, ha mindenki itt a Földön legalábbis egyszer az életben ültetne egy fát. Azon kívül a fáknak vagy az erdőnek van gyógyító ereje is. És pontosan ezt a tiszta levegőt kellene belélegeznünk. Tehát itt erről a tisztító erőről és a gyógyító erőről is szó van, ennél a portál kapunál, tehát április 1-én. Ezen a napon tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik, hogy legyen egy új életterület, hogy végre áttedd magad a nehézségekkel, érezd a szabadság érzetét, a könnyűséget, hogy tudjál levegőhöz jutni, és meglegyen tényleg ez a könnyűség. Mint egy ilyen energiai egyensúly, a díjam ennél a rituálnál 4000 forint. Örülnék, ha részt vennétek ebben. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!